A világ tele van gonosz emberekkel, akik mindenok nélkül szörnyű dolgokat tesznek. Néhányuknak azonban sikerült olyan hírettséget elérniük, hogy lehetetlen lenne nem tudni, kik ők valamilyen formában. A 70-es években Ted Bundy volt az a gyilkos, aki az Egyesült Államok egyik legtermékenyebb és legrejtélyesebb gyilkosaként dominált. Senki sem tudta, hogy ki ő, miért csinálja, amit csinál. És fél évtizeden keresztül kivégzéséig legalább 30 embert ölt meg. Viszont vezető kutatók úgy vélik, hogy a szám közelebb lehet a 40-hez. Ebben a videóban megnézzük, hogy ezt mégis hogyan sikerült megúszni. Bundynak megvoltak a módszereinek egy sajátos sora, amivel a nőket becsalogatta és végül megölte őket. A legjellegzetesebb a fásli és a gipsz használata volt. Az egyik kezében vitt valami nehéz dolgot, például könyveket, a másik fáslis kezével pedig küzdött, hogy bejön egy sárga a Volkswagen bogárba. Így bárki számára csak egy nehéz napot kifogó törötkező fickónak tűnt. Ha egyszer egy nő jött segíteni neki, fejbe vágta egy feszítővassal és elrabolta. Soha nem tartott sokáig életben egy nőt sem, gyakran megerőszakolta, megölte és a holttestet az éjszaka folyamán kidobta. Egy maroknyi szemtanúnak köszönhetően a rendőrség elkezdte összekötni a szálakat és elkészítette a profilját annak, azokkal az ismeretlen ügyekkel, amit egy sorozatgyilkos tetteinek véltek. Ha figyelembe vesszük Ted Bundy bünteteinek szinte vakmerő természetét, el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan úszta meg. Egyre több ember jelentkezett, hogy látták őt. A fantomkép hasonlított rá. Hogyan sikerült neki ilyen sokáig szabad emberként életben maradnia? A válasz pusztán egy olyan történet, amit a borítója alapján ítélnek meg. Bundy sikeresen elbújt a radar alatt, mint gyilkos, miközben évekig látható volt a bűnöldöző szervek számára. A politikában dolgozott, mint Seattle-i bűnmegelőzési tanácsadó bizottság igazgató helyettese, illetve dolgozott a katasztrófavédelmi minisztériumban is. Gyakran beszélt az eltűnők járványáról és az új módszerekről, amelyekkel meg lehet találni őket, mielőtt túl késő lenne. Az igazi csattanó az, hogy még egy tanulmányt is írt a nemi erőszak megelőzéséről. Azzal kapcsolatban, hogy ki is volt Bundy a felszínen, mindezek a dolgok a törvény szemében valószínűtlenné tették őt, mint sorozatgyilkos. Ennek köszönhetően éveken át sikerült megfoghatatlannak maradnia. And part of the shock and horror for my dear friends and family years ago when I was first arrested was that they just, there was no clue. They looked at me and they looked at the, you know, the all-American boy. And A legtöbb bűncselekményt Bundy szemtanúk nélkül követte el, de néhány esetben Bundy egyre provokatívabbá vált a gyilkolásra tett erőfeszítéseiben, és néhányan látták, hogy mit csinál, és egyre több bejelentés érkezett egy gipszbe öltözött férfiról, aki sírkátorokban ólálkodik, ahol eltűnt lányokat láttak utoljára. Egy fantomkép rajzoló kezdett dolgozni a szemtanúkkal, hogy tiszta képet kapjon arról, hogy ki lehet ez a gyilkos. A rajzoló végeredménye egy olyan férfit mutatott, aki ugyanúgy nézett ki, mint Bundy. Ismét csak figyelmen kívül hagyták, mert ez volt minden, ami volt. Ezt kombinálták azokkal az információkkal, amiket már tudtak a gipszről és a bogárról. A rendőrség nem akarta az idejét vesztegetni egy olyan ember üldözésére, aki nem a gyilkos. A dolgok exponenciálisan forrósodva Bundy érezte a hőséget, bár a zsaruk még csak nem is gyanúsították őt, úgy érezte, hogy a dolgok kezdenek nullázódni rajta. Így remek időzítés volt, amikor 1974. augusztusában felvették a Utah Egyetem jogi karára tanulni. Nem vesztegette az idejét, hogy összepakolja a holmiát, csak az volt a fontos, hogy minél messzebb kerüljön Seattle-től. Talán ez volt a fordulópont. Talán Bundy abba hagyta a gyilkosságokat, tudván, hogy könnyebb felismerhetővé vált a jellegzetes mozdulatai alapján. Bundy egy hónapig igyekezett meghúzni magát, amíg Utahban volt, és nem ölt meg senkit, de ez viszonylag rövid ideig tartott, mivel újra gyilkolni kezdett. Két hónap alatt számos fiatal lányt ölt meg, akik közül az egyik a Salt Lake City rendőrségnek rendőrfőnök lánya volt. Ha valami, akkor ez csak új lendületet adott a rendőrségnek, hogy egy veszélyes gyilkos keressenek. Az eddigi leghasznosabb tippjüket Bundy volt barátnőjétől kapták.
Elizabeth Kendall randizott Bundyval, amikor az Washington államban élt. Ők ketten tartották a kapcsolatot, és most, hogy hírek érkeztek a gyilkosságokról és a lehetséges gyanúsítottakról, valami igazán megdöbbentőre lett figyelmes. A gyilkos a fantomképeken úgy nézett ki, mint a volt barátja, Theodore Bundy. Nem csak ez volt az oka, hanem az autó és az a tény, hogy Tednek mankói és hevederei voltak az otthonában, amit sosem értett, hogy miért. A gyanúval felfegyverkezve Elizabeth elkezdte hívogatni a King megyei rendőrséget és a Salt Lake megyei sheriff irodáját. Mindenkinek elmondta a gyanúját, miközben még mindig beszélt Eddel. Nehéz volt Elizabeth Kendallnek, aki befogadta Bundyt az otthonába és együtt alapítottak családot. Míg Bundy szinte apaként viselkedett a korábbi kapcsolatából származó lányával. I hate to even say this because it makes him sound normal, but I do think he loved us. ...1975-ben Bundy már Colorado államban volt, és az egész államot bejárta újabb és újabb életeket követelve, és ennek minden pillanatát élvezte. A washingtoni zsaruk még mindig közködtek az ügy megoldásával, és ez mind megváltozott a számítógépek megjelenésével. You're looking at a small portable computer called the IBM 5100. Amit most primitív eszköznek tartanánk a mostaniakhoz képest, az valójában a fő eszköz volt egy olyan kérdés megválaszolásához, amelyet évekkel korábban már nagyjából megválaszoltak. Ennek az új gépnek, amit számítógépnek hívtak, és egy növekvő adatbázis segítségével adatokat tudtak bevinni a rendszerbe, és összehasonlítani a már meglévő adatokkal. Ennek eredményeképpen több ezer bejegyzés fésültek át, hogy megtalálják azokat a neveket, amelyek megfeleltek a bűncselekménynek. Az egyik ilyen név a Bundy volt. Ez áttörés jelentett, de nem volt elég hasznos. Ez egy újfajta technológia volt, és a számítógépes adatbázisok nem voltak annyira széles körűek, mint manapság. Csak államon belüli adatokat értek el, ami azt jelentette, hogy nem voltak tisztában a máshol elkövetett hasonló bűncselekményekkel. A fájdalmas igazság az, hogy figyelmen kívül hagytak egy gyanúsítottat, akit már évekkel a számítógépek bevezetése előtt azonosítottak. Ehelyett azt feltételezték, hogy ez az ápolt, látszólag derék polgár nem lehet a gyilkos. Bundy azért kerülte az elfogását, mert gyorsabban cselekedett, mint ők valaha is tették, és ez azt jelentette, hogy még sokan fognak meghalni, mert képtelenek voltak elkerülni a profilalkotást. ...1975. augusztus 16-án volt, amikor Bob Hayward dörmester egy utai autópálya rendőr hajnali 3-kor egy ház előtt parkoló 1968-as Volkswagen bogárral lett figyelmes. A kocsiját átkutatták, és a tartalma minden volt, amit egy olyan gyilkostól várnánk, mint Bundy. A kocsiban találtak bilincset, jégcsákányot, símaszkot, zseblámpát, szemetes zsákokat, kötelet, szakadt lepedőt, kesztyűt és egy harisnyonadrágot. Amikor Hayward őrmester odalépett, a Volkswagen elhajtott. Hayward üldözőbe vette, és végül sikerült megállítani az autót. Bundy elmondta Hayward őrmesternek, hogy eltévedt, miután a helyi autós moziban megnézte a The Towering Inferno című filmet. Ez a kifogás talán elég volt Haywardnak, hogy elengedje Bundyt. Csak hogy a Towering Inferno-t nem a helyi autós moziban játszották. Hayward őrmester beoszta Bundyt a rendőrségre, mert megdobott egy rendőrt. Az eset után hivatalosan is nyomozás indult Bundy ellen Salt Lake Cityben, de nem találtak semmi olyat, ami egyértelműen összefüggésbe hozta volna őt bármilyen bűncselekménnyel, és végül elengedték. A kiakadt Bundy szinte azonnal eladta a sárga bogarát, amit a zsaruk végül lefoglaltak, és közben olyan DNS nyomokat találtak, amelyek különböző kérdéseket vetettek fel. A következő lépés az volt, hogy tényleges bűncselekményekhez kössék. Bundyt sorba állították és azonosították, így elég bizonyítékot kaptak ahhoz, hogy súlyos emberrablás és testi sértés kísérlete miatt próbálkozzanak. Szerencsés Ted elérte, hogy a szülei letegyék érte az óvadékot, és ismét szabad ember lehessen. Amíg Bundy óvadék ellenében volt, úgy élt Elizabeth-tel, mint ami sem történt volna. Abban az időben, amikor Bundy óvadék ellenében a nyomozók és az összes joghatóságok megvitattak egy régebbi ügyet, és megállapította, hogy van egy pszichó a kezükben egy igazi sorozatgyilkost akartak lekapcsolni, de kellett egy ürügy, hogy emberrablás és testi sértés történjen először. Korábban 1974. november 8-án Bundy elrabolta a 18 éves Carol de Roncsot a Salt Lake City melletti Fashion Place bevásárló központból azzal a szándékkal, hogy ő legyen a következő áldozata. De ellentétben sokakkal előtte, Deroncs megszökött.
Carol DeRonge 1975. október 2-án Bundyt választotta ki egy szembesítésen, mint azt a férfit, aki majdnem egy évvel korábban elrabolta őt. március 1976-án Bundyt bűnösnek találták emberrablás vádjában, és 15 évig terjedő szabadságvesztésre ítélték. Bundy egyre kétségbe esettebbé vált, a halálbüntetés gondolata súlyosan ott lebegett a feje fölött, és éjszakánként nem tudott aludni. Do you deserve the punishment the state has inflicted upon you? That's a very good question, and I'll answer very, very honestly. I don't want to die. I'm not going to kid you. I'll kid you not. I deserve certainly the most extreme punishment society has, and I deserve. I think society deserves to be protected from me and from others like me. That's for sure. Az ellene indított következő perben megvédte magát, és ennek a döntésnek köszönhetően nem alkalmaztak rá bilincset vagy bármilyen jellegű korlátozást. Bármennyire is fondorlatos volt Bundy, az emberek még mindig nem fogták fel, miért nem tartóztatták le. 1977. júniusában, miután Bundyt Karen Campbell meggyilkolásáért kiadták Coloradónak, megszökött egy második emeleti ablakon, amikor egy pillanatra egyedül maradt. 6 nappal később Aspenben találtak rá, és ismét őrizetbe vették. Bundy látszólag tudta, hogy bár az ellene felhozott vád gyenge volt, valószínűleg sikerülni fog elkapni a gyilkosságért, és további ügyek fognak következni. Gyorsan kellett cselekednie. Megszerezte a börtön alaprajzát, összekapart némi készpénzt, amit becsempészett, majd szerzett egy fényfűrészt, mielőtt megszökött egy emeleti szobába, ahol átöltözött, és egyszerűen kisétált a börtönből. Pimasz volt, de működött. Gyorsan eljutott Chicagóból Atlantába, majd egészen Floridáig úgy, hogy több autót lopott és vezetett keresztül az országon. Útközben sikerült ellopni a néhány pénztárcát és más tárgyakat az emberektől, hogy anyagilag felkészült legyen a hálózaton kívüli életre. Bundy leckének vette volna a helyzetét és békén hagyhatta volna, de másképp döntött. Bundy végül 1978-ban Floridában kezdett újra gyilkolni. A floridai állami egyetemen Bundy 15 perc alatt több nőt is megfojtott, bántalmazott és megharapott. Azonban még nem fejezte be. Ezután elment egy lakóházba, ahol majdnem megölt egy másik nőt, akit végül életben hagyott, de súlyos koponya és elkapott csonttörésekkel. A lakóházból való menekülés során hátrahagyott egy harisnyából készült maszkot, ami a legnagyobb bukása volt. A zsaruk dőlten vadásztak erre a zavart sorozatgyilkosra, amiközben Bundy mozgásban volt. 1978. február 15-én a Pensacolai rendőrség David Lee rendőre meglátott egy férfit, aki lopott járművet vezetett és hajnali fél kettő körül megállította. Lee rendőr őrizetbe vette a férfit. A férfi majdnem két napig nem árult el a rendőröknek az igazi nevét. Az ügyet ezután Norman Chapman nyomozóra bízták. Végül a férfi bevallotta. A nevem Theodore Robert Bundy. Chapmannek ekkor még fogalma sem volt arról, hogy ki az. Hamarosan az osztály rájött, hogy Bundy ugyanaz a férfi, akit az FBI alig egy héttel korábban felvett a 10 legkeresettebb szökevény listájára. 1979. július 24-én a Miami esküdtszék két rendbeli gyilkosság miatt elítéltetett Bundyt. február 7-én az Orlandói esküdtszék Ted Bundyt bűnösnek találta egy emberrablás és egy gyilkosság vádjában. Bundy a lehetőségeihez mérten bevallotta a 30 nő meggyilkolását. Ez a szám azonban vélhetően kevés, figyelembe véve, hogy hány évet töltött gyilkolással. 1989. január 24-én, 42 éves korában Theodore Robert Bundyt villamosszék által kivégezték a floridai állami börtönben. Utolsó szavai a kivégzés előtt a következők voltak. Szeretném, ha átadnád a szeretetemet a családomnak és a barátaimnak. Ted Bundy Amerika egyik leghalálosabb bűnözőjének uralma brutális véget ért.